kisebb regionális versenyhelyszíne volt vasárnap a ceglédi Tollascsarnok. 7 csapat vett részt rajta, és a szokottnál kisebb létszámban. Sajnos sokan nem engedhették meg maguknak, hogy vállalják a messzebbről ideutazás költségét. Ez a nap most leginkább az erőfelmérésről szólt, és 3 versenyző számára a felkészülésről is. Egy hónap múlva indulunk Berlinbe a speciális olimpiára, és ez egy ilyen utolsó erőfelmérő összeszokatás. A 3 versenyzőnk, akik kijutott, ugye Angyal Andi, Topjánszki Laci és Dinók Julianna, őket próbáljuk meg összeszokatni, még jobban formába hozni, és bízunk benne, hogy sikerül kint is jó eredményt elérni. A magyar sportolók egyébként legutóbb a nyári világjátékokon 2019-ben összesen 69 érmet szereztek. A tollas labdázók 1 arany és 2 bronzéremmel tértek haza. Természetesen most is nagy reményekkel is izgatottan készülnek a versenyre, és persze arra, kiket is kapnak majd ellenfélként. Ugye nálunk divizionálás van, ez azt jelenti, hogy közel azonos képességűeket egy előfelmérő alapján kiválogatják, akik kijutnak, és az alapján fogják őket besorolni. Itt a legnehezebb ellenfelek ugye a távol-keletiek, ugye indonéz, japán, Kína, de bármi előfordulhat. A mostani megmérettetés 3 résztvevője tehát hamarosan a világjátékokon bizonyíthat. Példát mutatva a nagyszámú utánpótlásnak, hiszen szerencsére továbbra is nagyon népszerű ez a sportág a speciális iskolák körében is.